Az Andrássy út 60-ban, februárban megnyílik a Terror Múzeum. Jaj. Az épület eredetileg nyilasház volt, majd az Ávónak adott otthon. Műsorvezető Máté Kriszina. A leggyengébb Máté szemcímek. Mutass egy adalékot, Máté Krisztiából. Te voltál Máté Krisztiából. A havas példám még sose volt Máté Krisztiából. Nekem már megvolt Máté Krisztiából. Ja. Már úgy értve, hogy hát paródiában, igen. Nagyon jó voltam benne. Én nem tudom, mit mond rá, de én nekem tetszett. És az a lényeg tulajdonképpen. Lapkus, menjünk tovább! Visszatér a hírre. Nem tudom, hogy tovább olvastátok-e, azt mondja, hogy a 20. századi intézet közalapítványa e létesítményben kutatóhelyet is működtet majd, mármint itt a Terror Múzeumban, és az épület rekonstrukciója, valamint a múzeum kialakítása mintegy 3 milliárd forintba kerül. Te Sanyi, egyszer vettél vagy adtál egy ilyen lélegeztető gépet gyerekeknek, az mennyi annak az ára? Hát akkori ára volt, azt hiszem, hogy egynek volt talán 600 ezer forint. Ugye gyerekek, ebből a 2 vagy 3 milliárd forint, hát mi szükség van? 5000 lélegeztetőgép. Ezzel megáll az agyam, hát miért, amikor úgy áll a magyar egészségügy, ahogy áll? Hát szóval miért? És ha most bárki azt mondja, hogy ez demagógia, nem az szerintem, mert terrormúzeum, minek kell terrormúzeum? Hát bekapcsolom a tévét, azt a... Nem baj, hogy van ilyen, csak addig, amíg más problémák vannak, addig talán de nagyon nagy problémák lehetnek. Vannak szerintem. Így van, hát... azért mondom. Helyreigazításra kötelezte a bíróság a Népszabadságot, mert nem bizonyították azt az állítást, mely szerint Vonza András saját kezűleg írta volna egy belső minisztériumi anyagra, hogy aki ezt ellopja, mesztelen fenékkel szálkás deszkán tolom a pokolba. Azt a Felperes sem vitatta, hogy a miniszter parlamenti meghallgatására szánt felkészítő anyag elnevezési dokumentum első lapjának tetején szerepel az idézett mondat, alatta pedig a Vonza szignó, ám azt állította, hogy a kézírás nem a minisztertől származik. Miért baj ez? De miért? Ez olyan szó. Igen, a miniszterelnök, ezt vállaltam volna, ezt a mondatot. Hát ez egy jó mondat. Most mondd meg. Annyira kitűnő, nem? Hát tényleg jó mondat. Egyébként a Népszabja ott szúrta el, hogy kinézte belőle ezt a mondatot. Képzeljétek el, hogy négy sztárügyvéd, a két Bárándi, a Bánáti, meg ezek fognak ez ügyben megszólalni. Most már ott tartunk. Sztárügyvéd? Én különben hadd mondjam el, hogy én hétvégén nem voltam Miskolcon, vagy nem lent, hanem Miskolcon voltam, és találkoztam egy olyan magyar sztárral, aki tett is valamit, mert ma már nálunk mindenki sztár. Úgy hívták az illetőt, hogy Mancs, és nagyon büszke vagyok rá. Ide figyelj, a Mancsnak speciál nincsen papírja. Tudom, beszéltem Lehoczky úrral, a Mancs tulajdonosával. Ilyen országban nem kikezdték ezt a kutyát, hogy nincs papírja arról, hogy nem tudom én mit. Tehát szóval ez, komolyan mondom, kutya. Nincs kutya? Vagy nem is szólhat, vagy nem is menthet ettől kezdve? Ő menthet magánszorgalomból, de hivatalosan neki már nincs. Már nem. Tehát. A Görög Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja a Mancs, csak hogy legyünk valamire büszke. Hát én ismerek egy kutyát, akit több ezren perelnek, a Grespik, a Csurka, a kutya, akit Bodzi úrnak hívnak, ez a kutya. A Blik szerint Liptai Klaudia ki akarja herélni Jáksó Lászlót. Ja. Végre egy jó hír! Csak annyit mondjál, műbarni? Nem műbarni, a Klaudia tényleg megütött. A Klaudia egy kicsikét vehemens, és semmi rosszat nem csináltam, csak ugye ébresztgetünk ismert embereket. Igen. De természetesen ebben a dologban... Hát én is megütöttelek volna. Hát az hogy, egy... de, Laci, hát, de dologban hogy, lehet, meg... hogy lehet vele, hogy, miért akart téged a Liptai Klaudia kiherélni, amikor... Már veled már ezt elvégezte ez a szedő, természetesen mindenszor. De nem, hát én se értem a dolgot. Na, mondd el. De komolyan, annyi történt összesen, hogy nagyon helyre kis gangos bérházban lakik, és a dolog... A címét add meg, és akkor megyünk ébreszteni. 6. kerület, és... Oda nem járunk. Igen. És ez a dolog maga egyébként végtelenül indiszkrét. Már az, hogy elmegyünk emberekhez, és akkor ráfordítjuk a kamerát. Egy ment bennünket, én úgy gondolom, hogy senki nem köteles beengedni bennünket. Tehát megnyomtuk a csengőt, és akkor nem jött ki senki, kicsi mozgás, kijött a Klaudia, és azt mondta, hogy ha 8 fülem nő, már így az ajtón keresztül, akkor sem enged be, és visszacsoszogott. És akkor én utána még valóban egy 40 percet üvöltöttem ott a gangon, hogy Klaudia, gyereket akarok neked csinálni! Mindezt hány órakor? Hánykor? Hajnali 4-kor. A szomszédok mit szóltak? Emiatt balhézik, nem is értem. Egy szomszéd kiszólt, hogy hajrá, de... Hajrá, Jáksúr, én már túl vagyok rajta.
Nem borzasztó. Tudom, én nem értem. Ilyen hülyeség kicsit... mi a? Hát a nők nem a legjobb formájukat futják reggel fél hétkor a gangon. Na de Muci, hát nem kell kinyitni az ajtót. Na de láttad volna Mónikából mit csináltak? Hajnali fél kettőkor elmeztek, fél háromkor és fél négykor. Na de az egy fiatal lány és jól nézett ki. És a A Liptai néni tényleg mérges. Nem láttad az adást? Ott van a te probléma. Nem láttad még az adást. Rosszul nézett ki? Mi? Hogy? Monika. Szóval szóltam szóra, vagy jó Isten. Jó nézett ki. Milyen jó nézett ki? Jó, jó volt. Fidi, bocs, hogy megkérdezem, neked az összes ilyen sztálmanökken ott volt a műsorodban, hogy láttad őket olyan pillanatban, amikor nem teljesen tip-topok? Hát láttam, tehát mit tudom én, rendszeresen ebédelek például Claudia Schifferrel, meg Cindy Crawforddal, és ők úgy néznek ki akkor is. Igen. De hogy még így ebédelsz? Tehát, hogy ott ül a Claudia Schiffer. Ezt neked? Apám, ez jobb, mint a havas. Figyelj! De várjál, és akkor utána találkoztál a Liptai nénivel, és akkor megütött. Nem, konkrétan mit? Bejött ugyanabba az étterembe, ahol ültünk a kedvesen. Ott ült a Fiderikus, akkor... a Claudia Schiffer, te. És akkor én, mint kulturált ember, mert ez egy első osztály, nagyon szép étterem volt, és láttam, hogy belépett a Claudia, mondom, bassza meg, és tudtam, hogy baj van. De ezt kinek ajánlottad? Csak hogy... Istenem, te felkapom a fejem az én, nem? Ez biztos, hogy a Claudia Schifferrel volt? Mert akkor... És a Liptai Claudia Schiffer, és akkor konkrétan nekem esett, és bezavart a buxusba, semmi külön. Ez másnap volt, mint ahogy felébresztettél? Három nappal később valamikor. De nem viccesen? Vicces? Hát vicces volt, úgy kívül, mert csak engem nagyon vert, konkrétan. Én effektíves, hogy nem volt. Hol? Egy londoni arab napilap szerint Bin Laden mozgósította 10 hasonmását. Erről az Al-Qaida egyik tagja nyilatkozott, aki szerint a 10 alter ego között akkora a hasonlóság, hogy csak az anyajegyek alapján lehet különbséget tenni közöttük. Vajon a Bin Ladennek hol van? Olyan mindegy, életem, az a lényeg, hogy a 11. ő legyen. Én is egyszer kértem egy taxit, és akkor oda mentem a taxishoz, és mondtam, hogy én ezt mondta, nem lehet, én a művésznőt várom. Nekem meg azt mondta a benzinkút, hogy becsülhet szavamra, tehát ott most voltál, hogy kértem, hogy tegye tele benzinsz, tehát ezt mondja, művész úr, drága korda művész úr, úgy imádom magát, legszívesebben a kóstolót nézem. Tényleg? Ne szavam. A Pali négy fele nyalt egyszerre, azért ez egy képzeld el, nem tudom, engem senkivel nem tévesztenek össze, hogy ez miért van? New Yorkban a Metropolitan Múzeumban van egy kép előtt, egy Pali stílől engem. Azt mondta maga, van egy, vagy nem? Hát az egy New Yorkban nem semmi. Hát, hogy ez is? Oda jön hozzám, azt mondja maga, nem Békés Csaba is. Az a Kállai Feri, drága, talán megbocsát, járunk a Lukásba, és egyszer oda ment hozzá egy Pali, azt mondta, Kállai úr, hey, yeah. Ez még egyszer. Kezdel előről kezdve, na. Hát, ez sem jött a vége is, várja. Azt mondta, Kállai úr, hey, yeah. Azt mondta, Pali, hogy bocsássa meg a pék, azt nem, színész vagyok. Azt akkor nem ismered. Én meg ott olvasom a publicisztikát. De azt ismeritek, hogy hogy hal meg a kartfogú tigris? Ez lehet tedd magad. Hol? Na, hogy udvarol a teve? Jajaj. Kell lesz nekem, mint púpa hátamra. Hát ez nagyon jó volt. Ez már a búcsú. Hát ezt mondd el még egyszer. Hogy udvarol a teve? Hogy? A Danubius Rádióban lehet jegyeket nyerni. A telefonszám 06-1382-2144. A címünk Budapest 1119, Fehérvári út 89-95. Az e-mail cím hetihetes@rtlclub.hu, és a weboldal címe pedig www.rtlclub.hu. Claudia, szeretnék gyereket csinálni neked. Találkozunk egy hét múlva.